Áldás békesség, Istennek dicsőség, Jézus Krisztus szeretetével és kegyelmével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit. Isten hozott mindenkit a képernyők elé. Néhány igeverset olvasok a Máté evangéliuma elejéből, egész pontosan a 3. rész 13. versétől olvasom. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig ezt felelte neki. Hagyd ezt most így, mert így tölthetünk be minden igazságot. János erre engedett neki. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyíltak neki az egek, és látta, amint az Isten lelke leszáll, mint egy galamb, őre áll. És ímé egy égi hang ezt mondta. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Két alkalommal fordul elő ez a Szentírásban, hogy megszólal egy mennyei hang, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, mint a mennyei atya fiáról. Ez az első. A második majd egy későbbi alkalommal már Jézus tanításai során következik be, amikor felmennek a hegyre, és együtt imádkozik a tanítványokkal, és ott is megszólal a hang, és azt mondja, majdnem szólul szóra ugyanezt. Isten hitelesíti az ő fiát. Isten szól a fia érdekében. Isten felhívja a figyelmünket mennyei hangon keresztül is, hogy Jézus a fontos, őre áll figyeljünk. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Kedves nézőim, ha önök között most van valaki, akinek van saját gyermeke, a saját gyermeke élete, szenvedése, milyen sokat jelent neki? Hogyan tud imádkozni egy műtő előtt akár térden állva is, hogy jaj Istenem, csak kérlek a fiamért, a lányomért, a gyermekemért, könyörülj, könyörülj rajta és add vissza őt nekünk. Isten is bizonyságot tett az ő fiáért előttünk, hogy visszakaphassa a fiát. Visszakapta a fiát, és nem mint halottat, hanem mint feltámadottat. Mert mint feltámadott ment fel a mennybe, mert elvégezte, amit el kellett végeznie, hiszen kimondta a kereszten ezt a szót, elvégeztetett. És mi az, amit elvégzett? A bűnnek Isten előtt való áldozata. Az az áldozat, amit Isten elfogad azért, hogy minden ember minden bűnét megbocsássa. Aki ezt az áldozatot érvényesre tekinti magára nézve. Aki tehát hiszi, amit János evangéliumában a 3. rész 16. és következő verseiben így olvasunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte el az Isten az ő fiát a világba, hogy megítélje a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki tehát hisz, az megmenekült, aki pedig nem hitt, az Isten haragja maradt rajta. Isten szólt a fiáért, de Isten szólt érted. Mert a fiáról szóló bizonyságtétel érted szólt. És értem, hogy higgyünk benne, hogy higgyük el és fogadjuk el igaznak, aki ő, Istennek, megváltónak, Krisztusnak, Mesiásnak. És nagy örömmel köszöntöm mai vendégemet itt a stúdióban, Nógrádi Ádámot, akivel talán már 20 éve is találkoztunk, és szeretettel vállaltad ezt a bizonyságtételt itt. Köszönöm szépen a bátorságodat. Én is köszöntöm a nézőket, és köszöntelek még egyszer téged is. Kedves Ádám, az életeden szeretnénk végigmenni, és hát először megkérdezném, hogy hova helyezett el téged Isten, milyen terve volt, milyen családba kerültél, voltak-e testvéreid, van-e testvéred, én tudom a válaszokat, de ugye ezeket a kérdéseket fel kell tennem. Néhány szót, egy kicsit, ha lehet hangosabban, légy szíves, beszélj nekünk erről. Egy nagyon kedves bátyám van, nálam 6 évvel idősebb, Zsoltnak hívják, lent laktunk Zsoltvadkerten, Alföld, Kecel, Kiskörös, Kalocsa, ez a arany háromszögnek mondható környék. Valamikor így hívták, igen. És én Zsoltvadkerten laktam, Kiskunhalason születtem. Milyen volt a kicsi gyermekkorod? Édesanyja, édesapa, mennyire szeretgetett téged? Hát... Vagy a bátyád éppen?
nagyon korán elkezdődött nálunk egy ilyen család szétesése. Uh-huh. Édesanyám sajnos alkoholista lett, édesapám meg belekeveredett különböző rendőrségi ügyekbe, meg zűrökbe. Úgy mondanám, hogy nem a világosságba járt a család, hanem inkább a könnyebb utat választotta. Fontosabb volt az anyagi értékek megszerzése bármi áron, mint esetleg a tiszta út megjárása. Mindig a megélhetés és mindig a jobbra való törekvés hajtotta a családot és a könnyebb utak. Normát, ilyen erkölcsi normát vagy bibliai normát igazából nem kaptunk, hanem csak a pénz. Akkor lehet mondani, hogy könnyű és boldog életed volt kicsi gyermekként, mert mindent megkaptatok, nem? Gazdagság volt. A gazdagság nálunk nem egyből jött, hanem én akkor már olyan 14 éves voltam, hogy előtte sem szűkölködtünk. Volt mindenre, még emlékszel te is, a banánért sorba kellett állni, és akkor is dobozszámra hordtuk haza a déli gyümölcsöt. Ja, az előző rendszerben is megtehettük, mert vállalkozó volt a család, targonca felújítással foglalkozott, meg borász volt. És az édesanyámék is egy jómódú, ilyen gazdálkodó családba jöttek, de így elkezdtünk borral is foglalkozni, és a bort is elkezdtük inkább pancsolni. Értem. Hát sajnos ennek a következménye lett az, amiről beszéltél, hogy édesanyja is alkoholista lett, és hát sokan mások is ennek a tevékenységnek a sorába megízlelték a ti általatok készített termékeket. Van, akinek ízlet, van, akinek nem, mindesetre voltak, akik rászoktak, és hát vannak ma is természetesen, akik ezeket rendszeresen fogyasztják, vagy az ilyenhez ehhez hasonlókat. Szeretetet tapasztaltál-e? Vagy ha igen, kitől? Mire emlékszel, akár kicsi gyermekként is? Érdekes, én ezt elemezgettem már, és foglalkoztam ezzel, én nem szerettem a szüleimet. Mindig is így menekültem, még édesanyámtól is. Valahogy amikor így megölelt, akkor engem zavart, hogy megölel. És elhúzódtam tőle. És ugyanígy majdnem mindenkitől, és mindenki, aki így fizikailag így közeledett hozzám, és de aranyos, meg bennem egy ilyen utálat volt a szülők iránt, és azok az emberek felé is, akik így közeledtek. Ma lehet mondani, hogy te voltál a kis embergyűlölő kicsi korodban, és hogyan viszonyultál a kortársaidhoz? Én nem szerettem soha az embereket. Mindig, amikor velük beszélgettem, vagy kapcsolatba léptem, akkor tudtam, hogy mik a normák, és a normát eljátszottam. Aha, érdekes. És akkor ennek mi lett egy következménye? Elvégezted az iskolát, ugye az általános iskolát ezt kijártad, aztán hova mentél? Hát ott már kezdődött a cirkusz, mert 13 évesen már rendőrségügyen volt, egyik iskolából eltanácsoltak. Megcsináltam ott a környéki, sajnos a legnagyobb problémáját. Betörtünk az iskolába, elloptuk a naplókat. Ajjaj. És egy másik iskolába kellett Kiskörösre járnom. Ott is nem javította az emberekkel való kapcsolaton, hogy akikkel csináltam, azok meg feldobtak. Elárultak a barátok, én annak tartottam őket, hogy akivel belemegyek egy ilyen kis huncutságba, mert annak vettem, hogy az a barátom, de közben azok árultak el. Hát ez lehet mondani egy nagyon jó lecke arra, hogy ne bízz senkiben, ugye? És akkor a további életedben egy ilyen állandó bizalmatlanság volt mindenki irányába. A bizalmatlanság már korábban kezdődött, mivel édesanyám alkoholista volt, és meghalt, amikor én 14 éves voltam. A családi vagyont azt nem ránk hagyta, hanem a rokonokra. És ez is egy ilyen meghasonlást hozott az életembe, hogy az anya az nem a gyerekeit, hanem egy idegen rokont támogat. Hát valóban gyermeki szívnek elhordozni egy ilyen terhet nem könnyű. Nehéz egy ilyen helyzetből aztán oda találni Krisztushoz, de a végét tudjuk, hogy ez megvan. Hogy ment tovább? Elvégezted az általános iskolát? Általános iskolát elvégeztem, utána beiratkoztam technikumba a Kecskemétre, azt ott hagytam. Mennyi ideig jártál? 2 évet jártam ki, és
most idén fejeztem be. Leérettségiztem, és ott kezdődött a Kecskeméten a technikumban, amikor indult Magyarországon az olajszőkítés, és ez a 90-es évek eleje. Egy könnyebb életbe csöppentem bele, mert a család adottsága miatt ez volt nekem a természetes. És hát a tartályok megvoltak, meg ugye? És jobban kerestem, mint a tanár. Mert nyilván. Vagy mint majdnem az egész tanári kar. Igen, lehet mondani így. És mivel a pénz volt a fokmérője annak a szituációnak, ami éppen benne voltál, hogy most ki jobb vagy ki rosszabb, akinek sok pénze van, az jobb, akinek kevés, az rosszabb. Nem volt. Ez egy hamis értékrend. Nem volt bonyolult a képlet, ez volt, amit te mondasz. Így van, de ez egy ördögi becsapás, amit most már tudsz. Tehát akkor az ember, amikor egy ilyenben benne van, akkor olyan könnyen nem látja át a helyzetet, megbolondítja a pénz. És az, hogy sok pénzed volt, az jobb emberré tett? Hogy érezted akkor? A pénz nem tesz jobbá. Bizony így van. A pénz nem tesz jobbá. Jobbá csak Jézus Krisztus és az ő benne való hit teszi az embert. Ennek is eljön az ideje, majd eljöttünk ide is. És akkor emiatt az olajszőkítés ügyben való részétel miatt mi történt a továbbiakban? Kettőfajta ember létezik, sajnos börtönben voltam nagyon sok időt, és bent jöttem rá, hogy az egyik a bűn elkövető, a másik meg a bűnöző. Na, mi a különbség? A bűnelkövető az hébe-hóba csinálja. Mondjuk megélhetés szerint, vagy olyan körülmények merülnek fel az életébe, hogy jelen pillanatban nem talál más kiutat. A bűnöző az életmódszerűen és maga a természete. Ő ez. Direkt arra áll rá, és ez a célja, ez a terve, és csak a rosszat keresi. A Biblia beszél egyébként a Példabeszédek könyvében arról, hogy vannak olyan emberek, akik folyamatosan a rosszat forralják, és a rosszat forgatják a szívükben. Én bűnöző voltam. És én erre csak hosszú évek alatt jöttem rá. A bíróságon az ügyész az tényleges életfogytiglant kért, hogy soha ne jöjjek haza. Mert olyan életmódra rendezkedtem be, ami ezt támasztja alá. És visszanézve, igaza is volt. Hát nehéz szavak ezek, amiket kimondasz, és nagyon becsüllek, hogy ezt így megmered vallani, de hát ez az igazság. És ma már igazságban jársz, mert ma már ismered Jézust, mint megváltódat. Na de még mindig ne szaladjunk ennyire előre. Azt mondod, hogy hosszú időt voltál börtönben, mi ott találkoztunk, ugye? Annak idején először. És jártál egy ideig a börtönmissziós alkalmakra, de azt hiszem, hogy ott csak a magvetés történt. Hát a börtönben nincsen semmilyen lehetőség, hogy kimozduljunk az árkából. A kötelező programokon kívül a napi séta, a fürdés, vagy a beszélő, ezek a fix programok, és voltál te, aki bejárt hozzánk, és mondták, hogy menjünk ki hozzád, mert picit ki lehet mozdulni, lehet beszélgetni, lehet bohóckodni, meg lehet téged jó bolondítani a sok kérdéssel. Meg mondták, amúgy jön a Takács Feri, mondták, ez jó fej. Köszönöm mondták, szépen. Mondták, ez egy jó fej és nem áruló, mert úgy bent egymás között azért csak megy, hogy... Kibe lehet bízni, igen, kibelem. Mondták, hogy te szívből csinálja ez a fickó. Menjünk ki hozzá, hallgassuk meg, meg kicsit tudunk kint beszélgetni mi is. Hát persze, egy kicsit beszélgetünk, mégis a világból bejön valaki hozzánk, aki nem azért jön be, mert ügyész, vagy ügyvéd, vagy nyomozó, aki nem tőlünk akar valamit kapni, hanem állítólag hozni akar valamit, amitől nekünk könnyebb lesz. Hát akkor nézzük meg, mi ez. Mire emlékszel ezekből a börtönmissziós alkalmakból? Semmire. Ki bejöttél, beszéltél valami Jézusról, és mindig ezt a Jézus nyomtad. Meg ilyen erkölcsi normákról beszélgettél, meg ezt az új szövetséget nagyon erőltetted, mindig Jézus a kereszt, Jézus a vér, Jézus meghalt. A bűn, a kárhozat, a megbocsátás, az áldozat. Én nem értettem belőle egy szót se. Aha. Sőt, amikor imádkoztam, még ott kacsingattunk, nevetgettünk, nézd, mert mondom, mennyire komolyan csinálja.
teljesen sötétség, teljesen homály. Én azt se tudtam, hogy miről beszélsz, és nem is tudom, hogy hány évig jártál oda. Hát a mai napig járok oda, most 25. éve, igen. De hogy hozzánk? Hát hozzátok, ugye ti akkor a szigorított szinten voltatok a Venyége utcában, igen. A 8. emeleten voltatok fenn, és ha jól emlékszem, akkor a Tasnádi Péter is ott volt azon a szinten. Igen, ő beszélt rá, hogy jöjjünk hozzám. Szomszéd zárkába, és hát azt hiszem, vagy 6 éven keresztül. Az kemény. Volt ott ilyen rendszeres találkozásunk. De mai napig járok, minden szerdán ott vagyok a Venyége utcai börtönben, és hát most a 7. járok, nem a 8. annak idején. A 8. is, meg a 7. is jártam, most csak a 7. járok. Volt egy, nem nálad, hanem egy másik Krisztina nevezető, ilyen börtönmissziós... Lelkész, ő börtönlelkész volt. Már az. Járt be, és egyszer volt egy ilyen ütközésünk a megbocsájtásról. Igen. És így őszintén megkérdezte, hogy én mit csinálnék, hogyha az, aki mondjuk elárult, vagy a börtönbe tett, mit csinálnék vele? És akkor beszélt a megbocsájtásról. És ugye az az ember, az a fiú, mert volt az életemben több ilyen, akik a rendőrséggel kötöttek vádalkut, ide jönne elém, és bocsánatot kérne. Hát én nem is értettem. Uh-huh. Mondom, mi van? Azt mondja, uh-huh. hogy a megbocsájtásról Jézus tanít, hogy bocsássunk meg az embereknek. Mondom, én biztos nem. Mondom, a kedvenc igém a enyém a bosszúállás, majd én megfizetek. Megtalálja az ember a hozzáillő igét a Bibliában. És én mondtam is a Krisztinek, hogy ha ide jönne elém az, aki nekem valaha az életbe ártott, vagy bántott. Biztos elvágnám a torkát. Hát mondom, én még rátérdennék a hátra, és belenyomnám a fejét egy pocsolyába. Uh-huh. És én ezeket, amiket le voltak írva, én irreálisnak tartottam, hogy így lehet élni. Uh-huh. Hogy sajnos, aki nekem kárt okozott, vagy megbántott, én mindig bosszú hadjáratot indítottam ellene, és ahol tudtam, én tönkretettem, vagy tönkretetettem. Világos. Hát én... ez a világ útja, egyébként mindenki ezt csinálja, akiben nincs ott a Krisztus, akiben nincs ott a megbocsátás lelkülete. Én nem is értettem, és így beszéltetek róla, és hosszú évek volt, mire egyszer csak így fölrobbant, hogy az az igaz út, és majd az Isten igazgatja, és uh-huh. majd ő kezébe veszi az én életembe azokat a sérelmeket, vagy azokat a dolgokat, és ő majd rendezi, vagy nem rendezi. Persze, rá kell bízni. Rábízni, és ezeket nagyon hosszú idő volt, mire megértettem. Mondhatjuk azt, hogy ugyanaz az ige, ami a kedvenc igéd volt, hogy enyém a bosszúállás, majd én megfizetek, azt addig magadra vetted érvényesnek, és azt mondom, majd én megadok én neki olyat, hogy ugye? Akkor pedig, amikor Isten kezdett téged munkálkodni benned a szívedben, a lelkedben, akkor pedig ez az ige, hogy enyém a bosszúállás, ez visszakerült Isten ható körébe. És azt mondtad, ja, nem az én dolgom, az övé, hát akkor tessék. És el tudtad engedni, de ez azért nem ment olyan könnyen. Nem, mert ez egy egész életmódváltást hozott. Mondták nekem, hogy neked olyan könnyű így megbocsájtani, meg könnyű így élned. Mondom neki, figyelj ide, persze, hogy könnyű. Uh-huh. De ehhez egy egész életet meg kellett változtatnom. Nem lopok, nem csinálok olyat, hogy a rendőrség leskelődjön utánam, és félnem kelljem. Nem hazudok. Hogyha nem csinálok olyat, akkor nem kell félnem se. Így van. De persze, hogy bosszút akar állni, meg félelmei vannak, hogyha nem a világosságba jár. És én ezeket én nem értettem meg az elején. Hogy nagyon jók voltak nagyon sok esetben a tanítások, nagyon jók voltak sok esetben az ige hirdetések, de nem fették le, mert kevés volt az idő, hogy jöttetek, nem fették le az egész életünket. És nagyon kevés volt az a úgymond érintés, vagy az a tudás, amit mi tudtunk beépíteni a mi életünkbe. És hogy megértsem, hogy miért ne én tegyek igazságot. És Jézus mit fog akkor tenni? És hogy fogja ő helyrehozni? Miben tud ő segíteni? Miben kell nekem elengednem? Vagy fog-e nekem azt tetszeni, ahogyan ő tesz igazságot?
Hát én azt látom sok esetben, nekem nem tetszik. Igen. De most már nem is érdekel. Most már el tudod engedni. Mondtad, hogy az ügyész életfogytot kért rád, és végül is mi lett az a mérték, amivel megáldottak? Hát 20 év. Majd elmondom, miért áldás. Én ezt hallottam már, de én nem annak tartom. Uh-huh. 20 évet kaptam fegyház szigorított büntetést. Ebből 16 év volt, amit le kellett ülnem fegyházfokozattal. A végén mégis 15 évvel jöttem haza. Uh-huh. Úgy megkaptam a legnagyobb kedvezményt, amit Magyarországon létezik. Uh-huh. Ez egy csoda. Hát ez az. Ez aztán csoda javából, ahogy mondhatjuk. Na most, hogy miért mondtam, hogy mennyivel áldottak meg, ezt azért mondtam kifejezetten így, mert volt nekem egy kedves barátom, testvérem az Úr Jézus Krisztusban, aki egy ilyen emberüléses ügyben volt benne, és ő 13 évet kapott annak idején, másodfokon, de első fokon csak hetet. És olyannyira első fokon hetet ott, hogy végül is nem gyilkosságra ment ki ez az egész dolog, hanem ott idézőjelben mondom, véletlenül halt meg a rablás közben az, aki ott meghalt. És hát úgy gondolta a védőügyvéd, meg úgy gondolták a hozzátartozók is, meg sok mindenki ember, aki ismerte ezt az ügyet, hogy hát valószínűleg ezt a 7 évet a minimumra, erre az 5-re le fogják venni, mert ez elvileg egy ilyen 5-15-ös ügy lett volna. És hát onnan fölemelték 13-ra. És akkor a Géza barátom, testvérem azt mondta, hogy Feri, mert látszott rajtam, hogy eléggé elszomorodtam ezen a dolgon. Azt mondja, Feri, ne legyél szomorú, mert én valójában halált érdemlek. Mert Isten azt mondja, hogy szemet szemért, fogad fogért. És ha nem a kegyelem korszakát élnénk, amit élünk, ő akkor már megtért hívő ember volt és ismerte Jézust, mint megváltóját, akkor én bizony halált érdemelnék, és hogy ehhez képest csak 13 évet kaptam, hálás vagyok érte. De hogy miért nem hetet, és miért 13-at, ezt ő tudja pontosan, mert 7 év múlva még nem lennék kész. Nem lennék kész arra, hogy a szabad világban úgy éljek, hogy hirdessem Isten dicsőségét. És ez megdöbbentő volt, mert ez az ember nem régen tért meg, talán egy évvel azelőtt, és még nem ismerte olyan mélységében a Bibliát, hogy ilyen mélyen szántó gondolatokat tudjon mondani, és én tudom, hogy ezek a gondolatok ilyenkor a Szentlélektől, vagy ahogy mások is mondják, a Szent Szellemtől származnak. Hogy Isten az ő szent lelkével olyan gondolatokat adott neki, amivel békességgel el tudta fogadni, hogy ő csak akkor lesz kész. És ezért mondom áldásként. Tehát te 15 év múlva lettél kész. Isten ennyi időt kellett, hogy munkálkodjon rajtad, benned, másokon keresztül, akár az árkatársak, akár a missziósok, akár börtönlelkészek különböző börtönökben, mire eljutottál oda, hogy el tudtad engedni a bosszút, hogy felismerted, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, és hogy szükséged van erre a megváltásra, és hogy ő szeretet. Erről a szeretetről, erről beszélnél nekünk egy kicsit. Mert gyermekkorodban nem kaptál szeretetet. Most viszont Isten egyszer csak elárasztott téged egy ilyen szeretettel. Igen, minden nap majdnem megtapasztalom. Az első nagy érintés az Istennek. Tiszalökön voltam a börtönben, és az Isten kimunkálta, hogy egyedül maradjak az árkába. Ezt is milyen sokan, bocsánat, hogy beleszólok, de ezt is milyen sokan átoknak vélik, hogy az ember egyedül marad az árkába, vagy esetleg éppen el is különítik, magánzárkába teszik, és akkor ott mindenki dühöng, meg őrült, meg gumiszoba, meg stb. És közben meg, tessék, itt indul el valami. Én 5 évet voltam egyedül. Majdnem elfelejtettem beszélni, de ez egy más helyzet volt, ekkor már megtértem az Úrhoz, és találkoztam vele. De hoztak nekem ilyen papírokat, hogy valljam meg a bűneimet, meg kérjek bocsánatot az Istentől. Én ezeket megtettem, nem történt semmi. Uh-huh. És akkor egyedül voltam a zárkában, és egy szót mondtam, hogy sajnálom. Ezt így valahogy én se értettem, hogy így kicsúszott, vagy kijött. De az ilyen őszinte volt. Így van, ez szívből jött, belülről jött.
igazi, belső forrásból. És számomra egy érdekes dolog történt, mert nekem sokat meséltek Istenről, hogy létezik, de én még nem találkoztam vele. És ez az őszinte töredelmes szív, vagy bűnbánó szívet nem vetem meg, hogy írja az írás. Valahogy teremtett egy olyan légkört ott a börtönbe, Tiszalökön, hogy én leestem a földre. És egy iszonyú nagy fájdalmat tapasztaltam meg. De ez nem az enyém volt. És ez a fájdalom egyre jobban nyomott össze. Majdnem meghaltam. És ez azt mondta a mennyei atyámnak. Fájt, hogy én szétvertem az életemet. Hogy rossz irányba mentem. És ez nem egy kárhoztató fájdalom volt. Nem egy bántó fájdalom. Hanem egy aggódó fájdalom. Hogy én mit csináltam saját magammal. Hogy ő nem ezt tervezte, hogy itt egy börtönbe kelljen találkoznunk és végigmenni. Igen. Egy ennyi szenvedésen. 5 évet egyedül. A sok nehéz sorsú emberrel együtt. És megmutatta ezt a szívbéli fájdalmát, hogy ő neki fáj az, hogy mennyi minden rosszat csinálok magammal. És ez a szeretet, ez egy ilyen nagyon átformáló volt, ez a találkozás az Istennel, hogy nem úgy, hogy mindegy állatot vagy egy kutyát leszidni, hogy te mennyi mindent rosszat csináltál, hanem ezt ne csináld, mert ez neked nagyon fáj, hogyha ezt az úton jársz, és ez ő neki fájt. Igen. Ő vállalta föl azt a fájdalmat, egyébként ott fenn a kereszten, a legnagyobb fájdalmat, amikor kiáltotta, hogy atyám, miért hagytál el engem. Amikor a te bűnödért, az én bűnömért el kellett hagynia Istennek Istent. Amikor Isten ketté szakadt, mi miattunk. És aztán mi történt? Én megtanultam dicsérni az Urat. Engedélyezték a börtönbe, hogy bekérjek egy szintetizátort. Én zenéből 2-es voltam. Énekelni mai napig inkább mondják, hogy ne erőltessem. Az kedves. Istennek biztosan gyönyörű a te dicsérő éneked. Az élet humora, volt ott Tiszalökön egy lelkésznő, ilyen református vonalon nyomultunk. Klárika, ismerem, igen. És megkért, hogy meg így felkészített, hogy én legyek a dicséretvezető, az élethumora. És ott bent börtönben mindig ilyen nagy szintetizátorral, meg a kottákkal a hónom alatt mentünk. Voltam egyik börtönben a másikba dicsérni az Istent. És utána hoztak hozzám ilyen modern keresztény éneket. Pintér Béla, vagy igen, a Hillsong gyülekezetnek a kottáit. És elkezdtem játszani ilyen self-made man módján, önmagam, amit tudtam, naponta több órán keresztül, és azt fedeztem fel, hogy a dicséretbe és az imádásba egyre jobban be lehet menni az Isten jelenlétébe. Uh-huh. És mondhatjuk úgy, hogy a zene az a lélek imádsága, egyfajta módon, mintha az ember elszakadna ettől a világtól, ugye? Menjetek be kapuin. Hálaadással, mondja a Zsoltár író, így van. Tornácaiba. Hogy egyre jobban, hogy az akkordokat, először nem tudtam egy kézzel játszani csak. Utána egy év múlva a másik kéz, akkor bezavarta valaki énekelt. És akkor a végén már így két kézzel, külön lefogva énekeltem is valamilyen módon. És a többiek hallgatták, de nekem nem volt hozzá tehetségem. És volt utoljára, amikor innen szabadultam a budapesti fegyház és börtönből, a Kozmából, ott volt egy testvér, aki a 10 ujjával tud játszani 2 kézzel. És profi módon játszik. Szűcsem Klára volt egyébként a Klárika. Börtönlelkész, ott annak idején Tiszalökön. És én átoltam neki a kottát itt Pesten, ennek a fiúnak, a gépet is ott hagytam bent,
és mondtam, hogy játszál te. És egy-két testvér mégis jött, azt mondja, Ádám, nincs kedved inkább neked játszani. Nincs kedved inkább, hogy te csináld. És én kérdeztem, hogy miért. Azt mondja, hogy te bebírsz vinni az Isten jelenlétébe. Mert a szívből csinálod. Mint ez a sajnálom szó. És valami olyan kapcsolat alakult ki, most már lassan 10. éve, hogy egyre jobban mélyül az Isten vezetése, megismerése, a kijelentések az igékből, és a kapcsolat egyre finomabb részleteket mutat meg az ő szívéből, és egyre jobban tapasztalom az ellátását, a mindennapi vezetését, és amit kezdted a legelején, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, én ezt megkaptam hallható hangba. Tiszalökön sétáltam a börtönbe, és a séta előtt az Isten hallható hangon szólt hozzám. És az életem egyik legnagyobb ajándéka volt, hogy bennem gyönyörködsz, hogy én vagyok a te fiad. Hát igen. Ilyenkor vajon valóban az, hogy az embert elborítják a bűnei, mikor ilyen nagyfokú szeretettel, szentséggel és tisztasággal találkozik, és ez a mérhetetlen kegyelem, ez olyan nyilvánvalóvá lesz a számára, hogy elfedezi a bűneit. Elfedezi a bűnét, inkább így mondom, az Istentől való elszakadt állapotot. És akkor eszedbe jutottak azok a korábbi missziós alkalmak, amikor jókat nevettetek azon, amiket beszélgettünk? Igazából most jött el, mert voltam látogatni a Pétert, és a Péternél beszélt. Kasnádi Péterről igen, van szó. Igen. És a Péternél így beszélgettünk rólad, és mondom, miket csináltunk? Hogy te így kiöntötted a szíved, és akkor inkább én magamról beszélnék, mert többiek nem tudom, hogy hogy élték meg, de hogy engem nem érdekelt, az biztos. Hogy kijöttünk, volt egy lehetőség, de ugyanazokat mondod, mint amire én rájöttem akkor is. És most, hogy te rájöttél, és most már belülről látod, örülsz neki? Már minek? Hát, hogy azokat az igazságokat, amiket én ott annak idején próbáltam belétek ültetni valamilyen módon, vagy legalább ennek az ismeretét elmondani, most pedig ez most már belülről fakad számodra. Öröm ez? Megértésé vált. Megértésé vált. És valósággá. De örülni lehet ennek, nem? Ez boldogság. Én szeretem, amikor boldogság, de szeretem, amikor még többet tudok meg az Úrról, és személyesen. Innentől kezdve ez folyamatosan egyre több lett tudássá kezd válni, és mindig egyre jobban tudom, hogy mennyi mindent nem tudok még, és csak rácsodálkozom. Mióta olvasod rendszeresen a Szentírást? Lassan 10. éve. Hogyan olvasod? Van valami rendszer, vagy mindig valahol fölnyílik a Biblia, és akkor ott olvasol egy szakaszt, vagy volt ilyen is, és azóta máshogy olvasod? 6 évet voltam bent, igazából, akkor napi 6-8 órát olvastam. És akkor nyilván folyamatosan? Folyamatosan, tematika, mindig volt valami téma, vagy ami izgatott, vagy ami érdekelt, vagy amit a szellem az életembe behozott, vagy beszéltek róla missziókon, vagy valamit hallottam, vagy olvastam egy folyóiratba, vagy egy újságba. És volt egy időszak, amikor a zsoltárok mentek nálam nagyon sokáig, volt egy időszak, amikor a példabeszédek. Az utóbbi időben a benti szabadulásom előtt Jézusnak a csodái, az összes. Azok voltak, és mindig behívtam az árkába a testvéreket, és csak a Jézus gyógyításait, semmi mást. Csak ezt, hogy legyen hitük, legyen ebben nekik bizodalmuk és reményük, hogy Isten a gyógyító. Is. Legfőképpen megváltó, de gyógyító is. Hát így helyes. Igen, így van. És akkor ezek szerint most már 4 éve, hogy szabadon élheted fizikai szempontból is az életedet, és lelki szempontból, mert pedig már 10. éve tudod, hogy fedhetetlen vagy Isten előtt, mert Jézusra nézés nem tereld. Amikor pedig tereld néz, akkor
megtapasztalod azt az örömöt, amit ott annak idején, ahogy mondod, hallottál, hogy te vagy az ő szeretett fia, akiben gyönyörködik. Jézussá válik az ember eképpen, ugye? Volt több hallható hang, és több kijelentés az Istennek, ami a legnagyobb megbotránkozást okozta igazából bent a börtönbe, hogy én igaz ember vagyok. Uh-huh. Ezt nem tudták feldolgozni. Uh-huh. Hogy én elkezdtem... Isten megbocsátása ennyire tökéletes tud lenni. Én ezt elhittem, hogy Jézus átvállalta az én bűnösségemet, és nekem tulajdonította az ő igazságát. Pontosan. És én ezt elhittem, hogy én igaz ember vagyok. Hogy én nekem az az élet, amit idáig az elején beszéltünk, én már nem az vagyok. Így van. Te már egy újjászületett. Egy új teremtés vagyok. Új teremtés, így van. És a régi az elmúlt. Ez nem. Nem én vagyok, az meghalt. Nagyon szépen sorolod ezeket az alap axiómákat, ezeket az alapigazságokat, és örülök neki, hogy mennyire látható, hogy ez tényleg nem egy tanult, hanem egy belülről fakadó, örömteli mondat. És sokan az őrök hetente jártak hozzám kétszer. Tisztelőkön, amikor ott voltam, zárt ellenőrzésre. Uh-huh. És heti rendszerességgel, ez 3 éven keresztül ki volt nekik adva, hogy jöjjenek és ellenőrizzenek. Én mindig provokációnak vettem ezt, meg zaklatásnak. Hát ez is volt. Durván ilyen 500 alkalom volt nálam. Uh-huh. Egyszer nem találtak szabálysértést. És nem értették, hogy mondom, hát nem csinálok semmit, akkor mondom, nem is lehet elkapni, hogy csináljak valamit. Persze. De hogy nem csinál semmit? Mondom, megváltozott az életem. Jézusé vagyok, nem mondtad? És folyamatosan szétszették a könyveimet, azt mondja, ennél csak bibliák vannak. Mindig volt 70 darab könyvem. Aha. 5 darab könyv lehetett hivatalosan, és nálam volt 70 darab keresztény könyv. És akkor mindig elvitték őket. Igen. Mert egy missziót csináltunk, egy öntevékeny bibliakört. Nagyon jó. És utána elvitték a könyveket, újra fel kellett csempészni, megint jöttek, megint elvitték. De akkor végül csak csináltál valamit, ami nem volt szabad, csak... De pornóújságból lehetett 200 darab. Ez igen, érdekes. Az meg nem volt egy darab se. Az meg nem volt egy darab se, de Bibliából, meg keresztény irodalomból csak 5 darab lehet. Mm. És az őrök mindig jöttek beszélgetni. És kérdezték, hogy nagyon jó eljátszod. Ügyes vagy. Nagyon, mert egy intelligens ember vagy, kitaláltál a legjobbat, bebújtál a könyv mögé, fölvetted ezt az álszent valamit, és voltak nevelők is, amikor engedélyezték a szintetizátort, mondta a nevelő, hogy ő ezt nem hiszi el. Aha. És így kérdeztem tőle, hogy kamu. Mondom, mikor hinni el, hogyha leéltem egy életet, és meghaltam, és vagy föltámadnék a halálból esetleg? Aha. Hogy ő nem hiszi. És volt egy időszak, amíg ezzel küzdöttem, hogy én akartam bizonyítani a világnak. Hát nem kell, így van, nem kell. És rájöttem, hogy dehogy fárasztom magam ezzel. Jézus se akart bizonyítani, egyébként nagyon érdekes. Ezzel egy ideig elég sokat molyoltam, így gondolkoztam, hogy amikor Jézus Krisztus megjelent a feltámadása után, olvasok a Bibliában, hogy megjelent több mint 500 embernek, de senkinek nem jelent meg azok közül, akik ellene támadtak. Nem akart bizonyítani. Nem jelent meg a főpapnak, nem jelent meg Kajafásnak, nem olvasta a fejükre Annásnak, hogy most látod, itt vagyok, én vagyok, látod, nézd rám, feltámadtam a halálból, nézd meg, mutathatta volna a szögeknek a helyeit. És nem. De a sátán akar mindig bizonyítani, ha így te van. Isten fia vagy, bizonyítsd. Igen, Istennek nincs szüksége bizonyítékra, mert aki az övé, azt tudja. És nekem is ez volt, hogy átléptem ezen, hogy én ott bizonyítgassam, hogy ki vagyok a külvilágnak is. Hogy jó, ezt vagy érzed, vagy nem. Vagy hiteles, amit mond, vagy nem. Én nem tudok meggyőzni senkit. A Szent Lélek, a Szent Szellem tud meggyőzni. Nem én. Így van. Én próbálkozhattam az embereknek elmondani, hogy mi történt. Így elmondhatom, de Én csak egy eszköz vagyok, nem én fogom magamat hitelesíteni. Én nem tudom magamat. Én próbáltam, nem működik. Egy embert nem lehet megnyerni.
Így van. A megtérés, az újjászületés, az Isten munkája egy emberben. Mi legfeljebb igyekezhetünk erre felé, mert hiszen azt mondja az ige, hogy aki hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Vagy azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki beenged, az bemegyek. De ez nem az ember munkája, ez Isten munkája, és éppen ezért nem lehet erről úgy bizonyságot tenni, hogy kedves nézőim, most akik nézik ezt az adást, akár majd a televízióban, akár valamikor a YouTube csatornán keresztül, és azt fogják mondani, hogy akár ez a Nógrádi Ádám, akár ez a Takács Feri, mondtad nekünk ez, amit akar. Ez engem nem győz meg. Nem. Nem. Mi nem tudunk meggyőzni senkit. Mi el tudjuk mondani azt, ami bennünk van, ami velünk történt, azt a csodát, hogy igazzá lettem Isten előtt. Hogy akiknek több ember élete szárad a lelkén, mint nekem is, hogy itt vagyok fedhetetlenül, igaz emberként. És ez biztos sokaknál kiveri a biztosítékot. Nekem nem volt soha békességem. Uh-huh. Soha nem szerettem az embereket, amit az elején mondtam. Belementem a börtönévek alatt okkultizmusba. A 15 éven keresztül olvastam és tanultam. És elég széles skálát jártam be a szép irodalomtól, a pszichológiáig, a filozófiáig, matematikát, ami érdekeltek, különböző témák, fizika, kémia, és ez a sok tudás, ez csak ilyen felfúvalkodottá tett. Uh-huh. De nem volt hozzá szeretet. Pontosan ezt mondja Pál apostol. Onnan idéztem. Így van. És amikor találkoztam azzal, hogy a belsőmben valami változás történt egy ima által, amit őszintén elmondtam, rögtön az első volt a békesség. Hát mert Jézus a békesség fejedelme. Tényleg. És öröm. Öröm lett. Sokan mondták, hogy megbolondultam. Hát a világ számára megbolondultunk. Hogy lehet egy börtönben egyedül 10 év után nevetni. És nem az az emberi testi nevetés, az a gusztustalan, amikor egy viccen... Hát amikor röhögnek, mondjuk úgy. Hanem ez egy ilyen kellemes kacagás. Egy felszabadult örömérzet kifejezése. És én kaptam egy ajándékot az úrtól. Már így többen mondták, de én is tudom. Azt mondta, hogy az évekhez képest, amiben keserűséget láttál, uh-huh, megvidámítalak. Ezt az örömolaját. Felkenlek az örömolajával, bizony. És ahova megyek, én ezt viszem. És így kacagunk. Jobban mondva, nem én viszem, hanem jön velem. Vagy előttem megy. Vagy ő visz téged. Vagy ő visz. Ez nehéz kikutatni, hogy van. És a feleségemmel is, meg a családdal is, hogyha van valami megbeszélni való, vagy egy komolyabb dolog, és hogyha mi sullódunk, a végén elvetünk. Uh-huh. Hogy engedek ennek, hogy ez legyen a vége. Hogy nálunk nem megy le haraggal a nap, hanem örömmel megy le a végén, vagy közben is. És én ezt próbálom hirdetni, és próbálom átadni, hogy Istenben végére mehetetlen az öröm. Végére mehetetlen a békesség. És hogyha a megvan a személyes kapcsolat, nem egy felekezet, nem egy valakinek a elmondott, hogy kell csinálnia, hanem csak az, hogy Jézuson keresztül az Atyával egy beszélgetés, egy belsőséges kapcsolat, egy közösség van, akkor az életemet, meg az életünket körbeveszi ez az öröm. És olyan, mint egy ilyen páncél lenne. És nem esek ebből ki, vagy nem zavarnak meg mind a rendőrök, mert jöttek mindig hozzám, és uh-huh, ott így megedződtem, hogy magát mindig magáztok. Magát Ádám nem lehet kizökkenteni? Mondom, azért működik ez így, mert akkor értettem meg, hogy nem az a szeretet, ahogy én szeretem az Istent,
hanem ahogyan ő szeret bennünket. Hanem ahogy ő szeret, és adott egy képet, adott egy megértést, hogy mindegy hideg vasat először én felforrósítalak, és utána kisugárzod a hőt. Uh-huh. És ez a kapcsolatból adódó, hogy először az Isten engem szeret, jóvá szeret, feltüzel, és utána az ő szelleme az kiárad és adja ezt minden helyzetben, minden körülmények között. Én nem mondom, hogy ez elsőre ez így ment, meg most persze, is megy. Persze. Hogy nincsenek helyzetek, amikor azt mondom, hogy menj innen. Hanem minél kevesebb időt töltök a menj innen állapotba, és inkább ebbe az Úrral való közösségbe, mert ez tényleg minden értelmet felülhalad. Mindennél jobb, mondja a Szentírás. Így van. Én sajnos kábítószereztem. Az italhoz is volt közem, mert nagy mennyiségű borunk volt, meg ott nagyon sok szeszhamisító barátom volt. De nem éri el. Se a kábítószer, se a szex, és se a pia hatását. Sokkalta mélyebb, sokkalta intenzívebb az Istennel való közösség. Bizony. És ingyen van. Hát nekünk ingyen van, de ő nagyon sokat fizetett érte. Hát az életét adta és a vérét. Így van. Életét, vérét és dicsőségét is, mert hagyta magát leköpni, meggyalázni, megveletni. Az azért nem semmi. Az nem semmi. Éppen ezen is gondolkoztam sokat, hogy micsoda mérhetetlen alázat kell ahhoz, hogy annak a számunkra, emberek számára felfoghatatlan hatalomnak a birtokában, amikor csak egy ilyen fújással eltörölhetett volna mindenkit egy pillanat alatt a föld színéről, és ehelyett ezt nem tette. Hanem azzal a szeretettel szerette őket, hogy imádkozott azokért, akik keresztre feszítették, és azt bocsáss meg nékik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugye ez az a bizonyos szeretet, amiről te beszéltél, hogy neki fáj, hogy én úgy élek. Hát ez neked rossz. Hát miért csinálod? Nekem nagyon nehéz volt a lábmosást így lenyomni a torkomon, hogy ő még Júdásnak is megmosta a lábát, amikor tudta, bizony, hogy mibe sántikál. Mert mondta, hogy nem bízom magamat az emberre. Mert ismerte az embert, azt mondja, szó szerint így van. És mégis egy embernek a lábát meg tudja mosni, akiről tudja, hogy el fog járulni. És egy olyan 4-5 éve, hogy amikor hitre jutottam, volt egy missziós testvér, aki járt be, és... Ki volt? Ki járt oda? A Híd gyülekezetétől a Kerti Attila. Uh-huh. És így felbuzdított az Isten azon, hogy amikor bejön, akkor így megmossam a lábát. Lementem kötényt, vagy két törhög között összekötöttem. Uh-huh. Mint Jézus annak idején, és körülkötötte magát. Amikor bejött, akkor mondtam, hogy légy szíves, ülj le, és akkor én megmosnám a lábad. És ő azt mondta, én ezzel nem tiltakozom, hogyha az Úrtól van, azt mondja, ez mind a kettőnknek áldás lesz. Biztos is. Neked azért, mert te följebb lépsz, hogy ezt meg tudod lépni, hogy megtagadod magadat, az egódot, az önzéseket, sok mindent, és nyilvánosan valakinek megmosod a lábát. Azt mondja, ő neki meg majd eldől, hogy miért. Uh-huh. És neki meg megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor valakinek megmossák a lábát. Hát neki mosták amúgy. Aha. És nekem az volt az első, hogy igaz, egy kedves ember volt számomra, de akkor is, hogy valakinek így megmosnám a lábát. És egy nagy áldás volt, és közben, amikor visszamentem az árkába, megint hangot hallottam. Uh-huh. Kérlek, segíts ki, hogy hogy is van az ige, hogy aki a legkisebbel teszi meg, az velem teszi meg. Uh-huh. Ezek közül, a legkisebbek közül megteszi, de én kicsinyeim közül velem cselekszi, így van. És így hozzám szólt az Isten, azt mondja, hogy nekem mostod meg a lábam. Uh-huh. Mondom, oppá. Hoppá, ez nagy dolog. És így, amikor összeházasodtam a feleségemmel, akkor
egyik alkalommal jött haza a munkából, neki is megmostam a lábát. És ő ezen így elcsodálkozott, hogy nem a férfi, az a domináns, meg ahogy a sok szappanopera mondja, hogy kell egy férfinek viselkedni, én szerintem milyen az igazi férfi. Uh-huh. És olyan feleségének is megmossa a lábát. Hogy én nem akarok rajta uralkodni. Uh-huh. Én nem akarok neki megszabni egy irányt, hanem valahogy úgy éljük mi a házasságunkat, mint a táncot. Hogy ismerkedtetek meg? Ő egy keresztény családból jön, sajnos elvált. És újra kezdte az életét. Uh-huh. A szülei azok felépítették, magukhoz fogadták a válás után, és nyilván keresztény család, tehát akkor keresztény család, amennyire lehet mellé álltak. És mi találkoztunk egy rendezvényen. Egy gyülekezeti rendezvényen. Igen, csak kimondottan olyan nőt kerestem, és olyan szándékkal, hogy én elveszem feleségül. Természetes. Szabadultam a börtönből, és egy évet vártam, mire az úr elém hozta. Mm. De őt is, amikor megismertem, akkor az volt, hogy az úrtól én kértem kijelentést, rémát, hogy adjon nekem, uh-huh. hogy az a kőszikla ne az én kívánságom legyen a szemem, hogy farosbögyös, hanem az úr igényén. Nem igény, a régi rend szerint, hanem, igen, az, hanem, az, rend hanem szerint. Az úr igényén álljon meg. Mert akkor egy kősziklára építhetem, hogyha valami beütne esetleg, egy betegség, de ne úgy legyen, vagy bármi dolog, akkor az úrtól kaptam. Igen. És ő neki is ugyanez volt a szívében, hogy az Isten egy istenfélő férjet adjon. Uh-huh. És ő is ezért imádkozott, meg egy olyanért, hogy ne unatkozzon. Hát. Meg ne egy sablonos legyen. Hát most megkapta. Igen. Hát örülök neki, kedves Ádám, hogy ilyen szépen a rendezetlenségből a rendezettség irányába mozdulnak a dolgok az életedben. Hálás vagyok Istennek, hogy volt benne egy kis kinevetős részem nekem is, hogy engem ki lehetett nevetni azért a sok Jézus. Hát ne haragudj! De, hogy haragszom, örömmel tettem akkor is, és örömmel teszem a mai napig is, és pontosan tudom, hogy nem ez a lényeg, hogy akkor ott valaki hogyan viszonyul ehhez, hanem azt tudom, hogy akkor, amit ott Isten elhelyez valakinek a szívében, az egy mag, amihez valamikor majd megadja az esőt. Hálás vagyok, hogy te megkaptad ezt az esőt ahhoz a maghoz, és hogy kivirágzott, felsarjadt a vetés, és meghozta maga gyümölcs termését is, és hogy egy fethetetlen, szabad ember vagy, családos, keresztény családos, és Isten áldja meg az életed, és a feleséged életét is, és hát csak tovább ezen a úton előre, Krisztussal, kinyilatkoztatások útján, az ige olvasás, az ige általi egyre jobb Isten megismerés útján, hiszen azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és ez az örök élet már nekünk itt elkezdődött. Örülök neki. Mondanál-e valamit, amit nem kérdeztem meg? Van-e valami, esetleg egy történet a tarsolyodban, amit szívesen elmesélnél? Van. Mert hogy nem vagy egy unalmas ember, ugye? Az ima erejéről és a közös megegyezésről, meg az Isten, hogy belép az ember életébe. Megérkeztem a budapesti fegyházis börtönbe, és megígérte a börtönvezetőség, hogy munkát kapok, iskoláztatnak, és sok mindenbe segítenek. És én imádkoztam ezért, hogy ez teljesüljön, a többi testvér is imádkozott ezért, hogy ez teljesüljön. Lementem ott egy befogadó bizottságnak hívják, kint állunk a folyosón, és szól az Isten megint. Azt mondja, hogy érted, még az uralkodó szívét is megfordítom. Uh-huh. Hát, fel voltam bátorodva. József története. Nagy igen. Bátran nyitom az ajtót, hogy lesz munka, lesz tanulás. Tanulás, minden. És minden rendben minden lesz. Szuper.
Bemegyek, álljon meg ott. Maga, ameddig ebbe a börtönbe van, se munkát nem fog kapni, se iskolába nem fog menni, sehova nem fogom támogatni, viszont látás, menjen vissza az árkájába. Kijelentés után, ez igen. Eltelt 3 év, és 3 év után az Isten ott teljesítette be ezt az ígéretét, hogy a BV bírónál és az ügyésznél a legfontosabb helyen belenyúlt az életembe. Uh-huh. Nem egy munkahelyen, nem egy iskolába járásnál nyúlt bele, uh-huh. hanem ott megfordította a szívet. Uh-huh. A legfontosabb, a legkritikusabb résznél. Nagy dolog ez. És akkor értettem meg, hogy az Isten nem úgy működik, ahogy én gondolom. Bizony nem. Hogy magasabb az ő útja. Hogy ő nem egy munkánál volt, vagy egy ruhaválasztásnál, hanem ami igazán fontos, ott nyúl bele. Az igazi munkánál, meg az igazi tanulásnál. Nem az, amit te gondoltál annak. És volt olyan kedvezmény az életemben, a börtönben, hogy 1200 ember közül, én az Úrba dicsekszek, nem magamba. Persze. 1200 ember közül én jártam haza. Övé a dicsőség. Voltam áruló, vamzer, és mindennek lehortak. Mert nem értették logikailag, hogy ez hogy lehet, hogy pont ő egy ilyen háttérrel. Uh-huh. És benn sem viselkedtem jól az elején. Uh-huh. Hát nem voltál megtérve nyilvánvaló természetesen. Hanem ott még tetéztem. Persze. És a végén, ahogy mondta, hogy az uralkodó szívét is, hogy börtönvezető, a bíró szívét megfordította. Meg hát addigra már gyűjtötted a dicséreteket, jó bőven. Kitöröltem a régieket. És azok eltörölték a régieket. És ez számomra úgymond az isteni csoda. És azóta ilyenekben élek. Hmm. Hát élj csak ilyenekben, kívánom. Legyen teljes öröm a szívedben, a feleségeddel együtt, a családoddal együtt, és áldása legyél a világnak, amerre csak jársz. Hirdesd az igét, és állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ahogy olvassuk a Bibliából. Egy közös imádsággal befejezhetjük, Ádám? Akkor kérlek, hogy néhány mondatban röviden imádkozz, és aztán én is imádkozom, és befejezzük. Menj, édesapánk, köszönöm neked, hogy te vezetsz el a világosságra. Szükségünk van arra, hogy minden nap adj bölcsességet, és minden nap adj kijelentést, és nyisd meg az értelmünk szemeit, hogy egyre jobban megismerjünk téged, atyánk, apukánk, abbá, édesapánk, megismerjük a Szent Szellemet, és megismerjünk téged, Jézust. Hogy a tiszta evangéliumot tudjuk hirdetni, hogy ahova megyünk, téged hordozzunk. A te jó illatodat megjeleníthessük mindenütt. Kérlek, nyisd nekünk kapukat, adj nekünk lelkeket, hogy el tudjuk hozzád vezetni. Kérlek, érintsd meg a hallgatók szívét, érintsd meg az embereknek az életét, hogy adj nekik reményt, hogy van tovább, hogy nem csak ez az élet van, hanem van örök öröm, örök boldogság, van feltámadás. Köszönöm neked, hogy adtál örök életet. Köszönöm, hogy elvetted a bűneimet. Köszönöm, hogy felvitted a keresztet, Jézus. Én fel sem foghatom, hogy te ki vagy, és miért tetted. De köszönöm ezt neked. Amen. Amen. Én is magasztallak és dicsőítelek, Istenem, minden olyan szolgálatért, ahol téged, mint megváltót, mint messiást hirdethetünk. És köszönjük, hogy valóban igazzá tettél bennünket, és fedhetetlenné, és ártatlanná, és habár oly számosak voltak bűneink, te nem emlékezel meg róla soha többé. Köszönjük ezt a nagy ajándékot, a bűntelenség ajándékát. Szeretnénk hálából egész életünket odaszánni, és köszönjük a családunkat, szeretteinket, rokonainkat, környezetünket, lakókörnyezetünket. Áldj meg bennünket tőled való gyülekezettel, hitben való épüléssel, bizonyságtétel ajándékával. Így könyörgünk a nézőkért, a hallgatókért, akik most ezt a műsort is látták, látják majd valamikor, hogy szólítsd meg őket, Uram, ha nem is olyan hallható szóval, de a te igéddel,
akár a Szentíráson, a Biblián keresztül, akár valamilyen csodálatos módon, hiszen Te olyan Isten vagy, Uram, akinek nem lehet előírni, hogy mit, mikor és hogyan csináljon, és annyival magasabbak a Te gondolataid a mi gondolatainknál, amennyivel magasabb az ég a földnél. És szeretnénk bocsánatot kérni, Uram, hogy mi sokszor le akarunk húzni Téged a mi mély szintünkre, ide a semmibe, a seholba, pedig Te ott vagy a valaholba, odafenn a mennyben. És dicsőítünk, Jézus, hogy ott ülsz az Atya Istennek jobbján, és uralkodsz, mert uraknak ura és királyoknak királya vagy. És amit Te megnyitsz, az senki be nem zárhat, és amit Te bezársz, az senki meg nem nyithatja. Hogy nálad vannak az életnek, a halálnak, a pokolnak a kulcsai, és köszönjük, hogy a mi életünket Te kinyitottad, és hogy örök élettel ajándékoztál meg, kereszten kiomló véred áldozatod által. Tiéd a dicsőség örökkön örökké. Jézusért, Atyám, mennyei Atyám, Istenem, kérek, hallgass meg. Amen. Amen. Kedves nézőink, hát ilyen volt egy ilyen Krisztusról szóló beszélgetés Nógrádi Ádámmal. Köszönöm Ádám testvéremnek a bátorságot, hogy az ő nem könnyű életéről így azért bizonyságot tett, és kérem Isten áldását további életedre, feleséged életére, gyermekeitek életére, ha megállt benneteket az Úr. Tervezzük. Tervezzük. És a gyülekezettel is, és hát mindenfelé, amerre csak jársz, hirdesd az igét, és ahogy mondtam is, állj elő vele mindig, mindenkor. Köszönöm neked. Áldás, békesség, viszontlátásra. Viszontlátásra.